Én Jenőt mégis szeretem, ő szinte már a gyerekem, mert valahányszor orrba vágott, mindig hozott egy szál virágot. Idézte volt Gulyás Pál versét Szilágyi Domokos Széles Anikónak dedikálva. Vannak kimondatlan, csupán gesztusokban kifejeződő bocsánatkérések, ezek inkább bensőségesebb kapcsolatokra jellemzőek. Értékesek lehetnek, de vajon elégségesek-e? Mindenkit érnek sérelmek, de a megbocsátás hiánya felerősíti és tartósítja ezeket az érzelmeket, és ennek hosszabb távon komoly ára lehet. A jelenséggel nagyjából 1998 óta a pozitív pszichológia foglalkozik. Ez a viszonylag új ágazata a lélektudománynak. Ugyanakkor a keresztény teológiának ez a központi kérdése Krisztusoddal. Aki megfontoltan képes megbocsátani, az az emberiség nevében teszi, mondja a filozófus. A teológiai professzor szerint minél őszintébben tudja kérni az ember Istentől a bocsánatot, annál őszintébben tudja gyakorolni is a megbocsájtást embertársai irányába. A magánéletben, a spirituális szférában hogyan viszonyulunk az erkölcsi magatartás maximumához, a bocsánatkéréshez és a megbocsájtáshoz? A képzelt kávéház vendégei magánéleti, teológiai, pszichológiai és filozófiai, vagy éppen a szülő-gyermek kapcsolata felől tálalják a témát. József Attilával indítunk. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi. A fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz. Ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hadhoz. Maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg. És ezt az emberiséget hisz, ember vagy, ne vesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél. Hamis tanúvá lettél, saját igaz pörödnél. Atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten. S romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál, és így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez. Vagy vess el minden elvet, s még remélj hű szerelmet, hisz mint a kutya hinnél abban, ki bízna benned. Én azt gondolom, hogy ebben van egy nagyon mély igazság, miközben nem tudok egyetérteni ezzel a véglegességgel, hogy tudod, hogy nincs bocsánat. Olyan értelemben nincs bocsánat, hogy az fontos, hogy megbocsássanak nekünk, ha valamit vétkeztünk, mert ez azt jelenti, hogy tudunk tovább menni, tovább tudjuk élni az életünket, folytatni tudjuk azt a kapcsolatot, azt a párbeszédet, amely megszakadt azáltal, hogy például valakivel szemben elkövettünk valamit. De olyan értelemben mélyen igaz ez a vers, és én magam is azt szoktam mondani, hogy ami megtörtént, az megtörtént. Tehát amit megtettünk, jót vagy rosszat, azt megtettük, azt semmissé tenni, meg nem történté tenni, semmiféle bocsánatkéréssel, semmiféle önvizsgálattal nem lehet. Tehát a múltat nem lehet megváltoztatni, meg lehet változtatni a jövőt ezáltal, a bocsánatkéréssel és az önvizsgálattal. A múlt az van, az nem változtatható.
A vers egyik kedvencem, a Kaláka feldolgozása is, tehát az az érdekesség, hogy nem tudom szavolni, csak énekelni tudom ezt a verset, és hát én azt mondom a kedvenc költőmenet, hogy van bocsánat, de a fű csak úgy is kinő utánunk előbb-utóbb majd. Nagyon melankolikus vers ez, és most, ahogy így gondolkoztam rajta, tehát önmegszólító is, de abban az értelemben, hogy mindenki magát megszólítja általa, és az, hogy nekem most az rémel erre, hogy ne légy komisz magadhoz. Tehát, hogy valahogy ebben a kettősségben kell létezni minden embernek, ami megtörtént, kár érte válni magunkat, a kultúrához hozzátartozik ez a bocsánatkérés ügy, de önmagunkat emésztjük el, hogyha folyton ezen rágódunk. Nem tudom pontosan miért, talán a saját magam megerősítéséért, de sokszor eszembe jut Gandhinak az a mondása, hogy a megbocsájtás az erősek erénye, a gyengék nem bocsájtanak meg. Vajon miért fontos, hogy beszéljünk a bocsánat kérésről és a megbocsájtani tudásról? Az én személyes véleményem az, hogy megbocsátás nélkül nincs jövő. És a megbocsátás arról szól, hogy a gyengéből erőt kovácsolunk, és az erős tud annyira gyengét játszani, mutatni, nyitani, hogy ez a gyengeség utat adjon a kölcsönös megbocsátáshoz. Az is érdekes, hogy hogyan tanuljuk a bocsánatkérést. Egyáltalán tanuljuk-e a családba a szocializálódás időszakában, vagy nem? Persze, nem csak a közéleti mintanyújtás, a családon belüli mintanyújtás is fontos, és vannak vidékek, ahol elnézést kérnek, de nem bocsánatot, és vannak vidékek, ahol azt mondják, hogy a bocsánat kérést és a bocsánat elfogadást, ennek a protokollját, ennek a lépéseit meg kell tanulni. Illetve vannak kultúrák és vallások, ahol van bocsánatkérés, és ahol bérbosszú működik mai napig. Ez így van, és hát ugye itt a gyerekeknek talán az a legnagyszerűbb, amikor ezzel közösen gondolkodnak a szülővel, és megélik azt, hogy jó érzés megbocsátani. Az elmúlt hétfőn nagyon keserű szájízzel utaztam Bukarestbe, mert mi vasárnap este összevesztünk, nem is kicsit, hanem elég kemény veszekedésünk volt. És hétfőn délután felhívtál, és bocsánatot kértél, és nagyon érdekes volt az, hogy nem is jeleztem, vagy nem is tudtam mondani neked, vagy valamilyen úton jelezni, hogy kérj bocsánatot, tehát saját magadtól. Mit éreztél? Miért gondoltad úgy, hogy föl kell hívnod telefonon? Hát mert úgy éreztem, hogy hát nem cselekedtem jól, és valahogy volt egy olyan érzésem, hogy bocsánatot kell kérjek. És ezen gondolkodtál napközben? Hogy föl hát fogsz hívni? Igen. Hogy bocsánatot kellene kérni? Hát elég csúnyán viselkedtem aznap este, és lelkiismeretszakadás volt, és hát részben azért is hívtalak fel. És ha úgy érezted volna, hogy nem te vagy a hibás, akkor felhívtál volna? Hát igen. Akkor is felhívtál volna bocsánatot kérni? És miért fontos számodra bocsánatot kérni, hogy a szülőkkel legyen jó a kapcsolatod újra, vagy hogy nyugodjon meg a lelkiismereted, hogy hát, nyugodjál meg te? Hát mindkettő. Mindkettő? Mindkettő. Igen, és amikor beszéltél velem telefonon, és én azt mondtam, hogy rendben megbocsátok, akkor mit éreztél? Hát, amikor hétfőn, akkor hát jó, megnyugodtam, hogy mondtad, hogy megbocsájtasz, de hát éreztem, hogy az nem volt egy olyan őszinte megbocsájtás. Ezt érezted a telefonban? Igen. Mit éreztél? Kicsit úgy mesélj erről, hogy nem elég őszinte az én válaszom, vagy? Hát olyan... Nem mondtad olyan meggyőzően. Hát akkor elárulom a nagy titkot, hogy én úgy gondolom, hogy itt ilyen esetben két szint van,
hogy az embertől bocsánatot kérnek, akkor én úgy voltam nevelve, és úgy is gondolom, hogy az egészséges, hogyha elfogadjuk ezt. De ugyanakkor van egy másik lépés, amíg az embernek a lelkében el kell jutnia oda, hogy tényleg úgy érezze. És nagyon-nagyon jól érezted a telefonban, hogy én hétfőn azt mondtam, hogy rendben, elfogadom, nem haragszom, de maradt még egy kis elégedetlenség, egy kis harag az én szívemben, lelkemben, és ez másnap kedden az úton hazafele tűnt el. Úgyhogy mire hazajöttünk és találkoztunk szerdán délután, akkor már megvolt a bocsánatkérés is előtte egy nappal, és a megbocsátás is sor került. Nehéz bocsánatot kérni? Hát, hogyha valami nagyon-nagyon rosszat csinálsz, és hát úgymond a másik megharagszik rád nagyon, hát akkor úgy egy kicsit úgy hát félek felhívni, de, vagy beszélni vele. Hát, és van, amikor megbocsájt, de van, amikor még kell egy kis idő, amíg megbocsájt. Kitől nehezebb bocsánatot kérni? Egy tanártól, egy szülőtől, vagy egy baráttól? Vagy volt erre példa, hogy kértél bocsánatot mindenkitől külön-külön? Hát, igen. Hát, de inkább a legnehezebb a tanártól. Igen. Mert hát szülőtől is, meg baráttól is, de a legnehezebb szerintem a tanártól. Olyan van, olyan történt az életedben, hogy valaki bocsánatot kért és nem fogadtad el? Nem. Nem? Fontosnak tartod, hogy elfogadd a bocsánatkérést? Igen. Miért? Miért gondolod úgy, hogy el kell fogadni, hogyha valaki bocsánatot kér? Hát azért, mert hogyha ha rosszat is csinált és hát megbánta, akkor hát szerintem azt el kell fogadni, hogyha bocsánatot kér. A szülő-gyerek kapcsolatban szerinted az fontos, hogy a szülő is bocsánatot kérjen, hogyha tévedett a gyerekkel szemben? Hát igen. Nálunk előfordul az, hogy a szülők bocsánatot kérnek? Hát előfordul, de szerintem fordítva egy kicsit többször. Értem. Úgy gondolod, hogy én vagy édesanyád többször kellene gyakorolja a bocsánatkérést? Nem, mert hogyha nem csinál rosszat, akkor nem kell bocsánatot kérni. Vagy hogyha nem téved valamiben. És te hogy érzed, amikor egy szülő bocsánatot kér? Az számodra milyen érzés? Erre ki nagyon kíváncsi vagyok. Örülsz hát, neki, vagy hogy elismeri a szülő, hogy tévedett? Igen. Igen? Igen. A filozófus, hogy az emberség nevében bocsájtunk meg. Hát teljesen, teljesen igaza is van. Azon kívül, hogy azt mondja, hogy világtörténelmi bocsánatkérés is létezik. Igen, mert ebben a felállásban, amit ugye a rendszer szintjén fogalmaz meg, hogy ugye, ha megbocsátok valakinek, akkor az egész világnak bocsátok meg, ez benne van az, ugye megelőzi az, hogy azért, ha az ősbűnösségben, az őssérülékenységben születünk, akkor milyen lehetőségünk van a megbocsátásra. És amikor átbukfencezünk az ősbűnösségen, az őssérülékenységen, a törékenységünk, ahogy a Pascal mondta, hogy lengünk, de nem törünk. Tehát amikor ezt az ontológiai helyzetet megbukfencezzük, átlépünk rajta, akkor tulajdonképpen egy csoda történik, egy olyan csoda, ami az egész emberiség szempontjából értékes. Hogyha mi elfogadjuk ugye az ősbűnnek, bűnösen jövünk a világra, az abszolút mindenhatóságát, akkor értelmetlenné válik az evilági bocsánatkérdésnek a problémája, a ténye. Tehát mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Hát nem akarok belemenni a teológiába, de végül is ugye az Isten képviségben az is benne van, hogy bizonyos dolgokat mi is kell, hogy gyakoroljunk. De én azt akarom ebben az összefüggésben is hangsúlyozni, hogy mi emberi világot teremtünk ezáltal. Aki képes a bocsánatkérésre, aki megfontoltan meg tud bocsátani, az az emberiség nevében cselekszi ezt. Tehát, hogy ugye a kantiánus kifejezéssel mondjam,
mi nem csak a magunk nevében, hanem az emberiség tisztségviselőjeként is bocsátunk meg. Csaba, kérdezd meg a teológiai professzort, akinek azon kívül, hogy teológiai doktorátusa van, van egy filozófiai doktorátusa ebből a témából, hogy milyen mondani való van számunkra. Professzor úr, arra kérném, magyarázza el nekünk, hogy mit jelent a megbocsátás teológiai szempontból, és hát szerencsések vagyunk, hogy filozófiai szempontból is megkérdezhetem. Azt gondolom, hogy elmagyarázni nehéz, de még mindig könnyebb elmagyarázni, mint gyakorolni a megbocsátást. És ha egyáltalán megmerek szólalni ebben a kérdésben, akkor azt mondanám, hogy tényleg olyan terület, hogy nem válik élesen el az egyházi ember és a nem egyházi ember, a sárga és a fekete, hanem egy olyan egyetemes emberi problémáról van szó, amivel ilyen vagy olyan formában mindenki találkozik. Azt gondolom, hogy a megbocsátás az mindig egy válaszreakció, egy második lépés. Sohasem kezdődik egy történet azzal, hogy valaki megbocsát. Mi az, amit meg kell bocsátani? Tehát ezzel kezdődik egy megbocsátási történet. Arra gondol a professzor úr, hogy az embert vagy a cselekedetet bocsátjuk meg, vagy az egyutas, kétutas megbocsátásra gondol, mert a pszichológia szempontjából van egy ilyen, hogy sokszor a lelki fejlődés érdekében egyoldalúan, azt mondhatnám ilyen önzően, narcisztikusan elengedjük a haragot, a bosszút, a rossz érzést, és azt mondjuk, hogy a jó érzést választjuk a mérgező haraggal szembe, és ez a megbocsátás. Sokat gondolkodtam ezen, mert ez egy kicsit olyan, mint amikor valaki feláll a táncparketről, nagyon jól néz ki, de hiányzik a táncpartner. Hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mit bocsátunk meg, és hogy miért bocsátunk. Igen. Én azt hiszem, hogy mindkét szempont fontos, tehát ez a kölcsönösség, amikor sértett és sértő ül le mondjuk egy ilyen asztalhoz. Tehát mindenképpen személy közötti kapcsolatban történik valami, tehát a megbocsátás mint mondjuk interpersonális esemény, emberek között lezajló történés egyrészt, de azt hiszem, hogy a másik oldala is fontos ez, mert van úgy, hogy az ember önmagában kell lerendezze ennek a kölcsönös dolognak az egyik részét. Feltétlenül önmagában kell lerendezze. Tehát ezt az elengedést. Ez nagyon tetszik, és nagyon köszönöm, hogy felhozta ezt az interpersonális megbocsátásnak a prioritását. Sokat gondolkodtam, hogy úrvacsora osztáskor elhangzik valami olyasmi, hogy aki úgy van itt most, hogy a közte és a világ közötti morális helyretétel nem történt meg, az menjen haza, vagy legalábbis álljon meg, gondolja végig, és tegye ezt rendbe, és utána jöjjön, és kérje Isten bocsánatát. Ezt hogy látja a professzor úr? Nekem ez egy nehéz kérdéskör. Nagyon érdekes kettősségről van itt szó. Mondhatnám, hogy egy tényleg paradox helyzet, mert egyrészt pontosan így van, hogy aki méltatlanul veszi ezt, az jobban tesz, hogy előbb hazamegy. És ugye Jézus is beszél erről, hogy aki az oltárra készülsz vinni az ajándékodat, de eszedbe jut, hogy atyád fiának panasza van ellened, tedd le az ajándékot, mert az oltár megvár. De a fele barát nem biztos, hogy megvár, a sértő vagy a sértett, előbb vele rendez, és utána vidd aztán az oltár az áldozatodat. Tehát elő
először rendezni kell, ugye? A kibillent, a megsértett morális rend, a világnak ez a rendje, ami valamilyen csorbát szenvedett, annak helyre kell állnia. Mielőtt Istennek elmondanám a dolgot, el kell mondani az embernek, akit illet, elsősorban. Ugyanakkor azt hirdetjük, hogyha az úrvacsorát hoztad föl, mint a kérdés egyik gyújtópontja, és valóban az, ugyanakkor azt hirdetjük, hogy a bocsánat az feltétel nélkül. Jó, jó, ez egy nagyon-nagyon-nagyon központi kérdés. Járuljon ehhez az asztalhoz, mert ez a megbocsátás asztal. Igen ám, de kérdés az, hogy a feltétel nélküli megbocsátásnak nincsen-e mégis feltétel? Jaj, ez egy nagyon nagy kérdés számomra. Jézus a kereszten azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Feltételek nélküli a ki nem mondott, a nem kért bocsánat az élő, működik, létezik, mert valahogy az az érzésem sokszor, hogy csak ez a nehéz bocsánat van, ez a lépésről lépésre együtt végigkínlódjuk, és valahogy ezt elintézzük egymás között. És tényleg központi kérdés, amit felhozott, mert beszélünk emberileg és szakmailag is szeretetről, ugye feltételek nélküli szeretetről, feltételek nélküli elfogadásról. És ez a feltételek nélküli megbocsátás. Nagy kérdés. Hát, hogy lehet-e, vagy nem lehet. Igen. Visszatérve a kereszten elhangzott kiáltáshoz, vagy kéréshez, bocsáss meg neki, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Itt is van egy furcsa ellentmondás, mert ha valaki nem tudja, és a szó szoros értelmében tényleg nem tudja, hogy mit követ el, vagy az adott tettének mi a súlya, akkor valamiképpen felmenthető, valamiképpen érthető, valamiképpen alapja van a megbocsátásnak. Ez ahhoz a gondolatkörhöz kapcsolnám, hogy felmentő körülmények keresése adott helyzetben. Ha szeretek valakit, ha egy hozzám közel álló bántott meg, és tudom, hogy ennek a kapcsolatnak folytatódnia kell, akkor a szeretet hajlamos arra, hogy felmentő körülményeket keressen. Nem tudott róla, nem volt tisztában a dolgokkal. Egyrészt. Másrészt viszont, ha vannak tényleg felmentő körülmények, amit nem csak a szeretet vetít bele a helyzetbe, hanem ténylegesen, akkor pedig az a kérdés, hogy de hát akkor nincsen megbocsátani való. Mert ha indokolt volt abban a helyzetben, amit valaki tett, és amit én most nagyon sérelmezek, nagyon megsértette az emberi méltóságomat, ha indokolt volt abban a helyzetben számára, akkor nincsen bűn. Tehát ha egy helyzet magyarázható, akkor nincsen bűn, akkor nincsen megbocsátani való. Ha van megbocsátani való, akkor nem magyarázható. Megint egy érdekes ellenmondás. Hát az biztos, hogy egy ellentétes kérdésbe és ellenmondásos kérdésbe kerültünk, de ha jól értem, amit ön mond, akkor a bűnbocsánat az nem mindig, vagy a bocsánat kérés, az nem mindig kell része legyen ennek a folyamatnak. Én különbséget tennék itt két fogalom között. A megbékélés és a megbocsátás. Úgy gondolom, hogy a megbocsátás az lehet, történhet egyoldalúan is. Ebben a pszichológiai folyamatban elengedem a történetet, vagy elpróbálom engedni könnyen, gondtalanul, önfeledten, vagy pedig vért verítékezve, mind a kettő lehetséges, de elengedem. Ugye sok olyan helyzet van, amikor a sértő fél már nem is elérhető, lehet, hogy már meghal. Akkor a kölcsönösség a maga fizikai voltában, két ember közötti kapcsolat szintjén nem jöhet létre. De mégis terheli az illetőt valami. Akkor halálra van ítélve a megbocsátás ebben a helyzetben? Nincs halálra ítélve, mert az elengedés az megtörténhet. De ez a megbocsátás. Én azt hiszem, hogy megbocsátás az leegyszerűsítve talán a dolgokat, az történhet feltételek nélkül,
kimondott bűnbánat és bűnvallás és bocsánatkérés nélkül is, akár egyoldalúan, de a megbékélés, azaz a megroppant kapcsolat újjáépítése, tovább folytatása, visszaépítése, az nem történhet meg. Annak vannak feltételei, mégpedig bűnvallás, bocsánatkérés, a készség az elégtételadásra, hogy a sértő, vagy adott esetben a hóhér számára semmi, de semmi ne legyen fontosabb, csak hogy valamilyen szinten tényleg jóvátételt, vagy engesztelést nyújtson. Ez nagyon tetszik, mert hogy akkor ezek szerint a megbocsátásnak a végső célja nem csak a lelki béke, hanem a kapcsolat újraépítése, a bizalom visszaállítása egy kapcsolatban tulajdonképpen, igen, függetlenül önnek a minőség. Igen, ez volna a nagy tét. Most lehet-e felejteni pszichológiailag azt, amit morálisan nem szabad elfelejteni? Ez nagy kérdés, hogy nagyon a felejtés hogy barátkozik a megbocsátással. Felejtés és megbocsátás. A teológiai többlet vagy keret egyáltalán a hívő embernek könnyebben megbocsátani, mint egy ateistának, hogy nagyon egyszerűsítsük a kérdést. Igen. Ugye Immanuel Kant azt mondja, nem az a kérdés, hogy van-e Isten, hanem hogy van-e sérthetetlen és mindenki számára biztosított erkölcsi rend és igazságtétel. És ő ragaszkodik ahhoz, hogy van ilyen, következésképpen lennie kell örök életnek is, meg Istennek is. Aki ezt biztosítja. Mert sokszor a jó ember szenved ebben az életben, a rossz embernek meg jó dolga van, tehát az élet keretén belül nincsen látható erkölcsi és megvalósuló erkölcsi rend. Én azt hiszem, hogy az ember lényébe, pszichológiai mérétegeibe is beíratott az, hogy ragaszkodik a rendhez. Ha valami kicsorbult annak, azt ismét ki kell köszörülni. Két lehetőség van, vagy hiszem azt, hogy végső soron van egy Isten, aki ezt valahogy kiköszörüli, és a mérleget helyreállítja, vagy ha nem hiszem ezt, akkor én azt hiszem, hogy nagyobb a kényszer, lélektanilag is, nekem kell helyreállítanom az igazságot. És azt hiszem, hogy a bosszú eszközeihez könnyebben nyúl ilyenkor az ember, mintha valami egy mennyei olló elvágja ezt a fonalat, és azt mondja, hogy nem feltétlenül neked kell helyreállítanod a kibillent időt. Én azt hiszem, hogy ez egy lényeges különbség. Ez egy nagyon lényeges különbség, és nagyon jól megerősíti azt, amit családterápiában sokszor látunk, ez a hagyományozott megbocsátás, hogy aki úgy gondolja, hogy nincs ez a szál, ez a fátyol, ez a kapcsolat, és aki úgy gondolja, hogy magára marad, és rárakodik, generációkon keresztül viszik magukkal sokszor családon belül ezeket a történeteket. Ezek a hagyományozott megbocsátás, vagy nem megbocsátás történetek valóban nagyon elkomplikálódnak. Tehát ez amit ön mondott, ez egy nagyon lényeges szempont. Igen, és hát azon kívül mondjuk a kereszt példája elhangzott, bármennyire is nehezen értelmezhető az a mondat, hogy nem tudták, mit cselekesznek. Ugye Ján Kélevics, aki sokat foglalkozik a kérdéssel, a 20. századi francia filozófus, éppen azt mondja, mondjuk a németséggel való viszonyban, zsidóság és németség, hogy atyám, ne bocsáss meg nekik, mert nagyon jól tudták, hogy mit cselekesznek. De ezen túlmenően a kereszten mindenképpen elhangzik a mondat, hogy bocsáss meg nekik. És minél őszintébben tudja ezt az ember kérni, annál őszintébben tudja talán gyakorolni is. Szerinted mi az igazi különbség, ahogy a teológus tárgyalja ezt a témát, és ahogy a pszichológus? Nagyon fontos talán az, hogy a teológiában, mint hangsúlyoztuk, van egy előírásos jellege a megbocsátásnak és a bocsánatkérésnek, van egy normatív jellege. A pszichológiában van egy nagyon erősen személyes, személyre szabott jellege a történetnek, ez egyrészt. Másrészt
a pszichológia azt mondja, hogy nincs tökéletes megbocsátás, hanem elég jó megbocsátás van, azaz tökéletlen megbocsátás van. És a saját magunk tökéletessége, jobbítása érdekében, a személyiségünk fejlesztése érdekében kérjünk bocsánatot egymástól? Pontosan. A pszichológia azt mondja, amit egyébként a teológia is hangsúlyoz, hogy ez egy transformatív élmény. De nem feltétlenül úgy változunk át, vagy változtatjuk át a mérget, a haragot békévé, lelki békévé, hogy ugye konfrontálódunk és követünk valamilyen előírásokat, mert ezt mondja a teológia, hogy konfrontálódnia kell a két félnek, ki kell mondania, és követnie kell egyfajta protokollt ahhoz, hogy ez megoldódjon. A pszichológia azt mondja, hogy a te ritmusod szerint csinált, úgy, ahogy a helyzetnek, a feltételeknek és neked a legfelszabadítóbb élmény tulajdonképpen. Tekintsük a kérdés személyes vonatkozásait, vagyis azt, hogy emberi lényekként, hétköznapi életben hogyan működik a megbocsátás. Miféle vonatkozásai vannak, milyen területeken bocsátunk vagy nem bocsátunk meg, és kinek? Annál nehezebb megbocsátani, minél erősebben sértettek vagyunk. Ha meg tudok bocsátani magamnak, az kihat a kapcsolataimra is. Kihat arra is, hogy hogyan tudok megbocsátani másnak. Ugye óhatatlanul eszünkbe jut a József Attila vers, hogy tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, aki lennél férfi, a fő kinő utánad. És nekem első ránézésre a harmadik sor ugrik nagyon hangsúlyosan ki, hogy légy, aki lennél férfi. Tehát ugye férfi írja a verset, és arra, hogy nincs bocsánat, egy férfias magatartást javasol. Vagyis, hogy a férfiba bele lenne kódolva az, hogy felemeljük a fejünket, összeszorítjuk a szánkat, és büszkén megyünk tovább az életbe, magyarul a sírunkba, amin majd kinő a fű. Hát, hogy ez egy elég szigorú, gerinces, de hideg nézőpont. Pont. És hogy én nőként, mikor ezt olvasom, hogy légy, ami lennél férfi, akkor igen, erre értem, amit most elmondtam, hogy keményen, szigorúan, fegyelmezetten és következetesen. De az emberség nem mindig erről szól, és azt hiszem, hogy a bocsánat letéteményesei valóban a nők. És ha már ide jutottunk, hogy férfi és nő, ugye akkor a párkapcsolatban is lehet, hogy gyakoribb az, hogy a nő megbocsát, ugye? Hogyha a sztereotípiákról beszélünk, akkor talán a nézők is megbocsátják nekünk, hogy felhozzuk azt, hogy a bölcs asszony köténye mindent eltakar, ugye van ez a... Meg hogy a nő az kell, hogy tűrjön, meg hogy a nő, hogyha megbocsát és elnéző, akkor ő a párkapcsolat működésének az alapja. De azért ugye ez nem feltétlenül ennyire sematikus. Ó, tehát én, ahogy mondod, egy Madonnát látok, aki mindig meg kell bocsásson. Azért vannak nők is, akiknek férfiak megbocsátanak dolgokat sűrűn. Úgy érzem, hogy hála az égnek a férfiban és a nőben is megvan mind a két oldal, tehát a férfi és női oldal. Tehát, hogy kell a keménység, kell az erősség, de kell az érzékenység, kell a tükörbenézés, kell annak a felvállalása, hogy igen, lehetek gyenge egy adott pillanatban, tévedhetek egy adott pillanatban, nem lehetek mindentudó, nem vagyok mindentudó. Mi történik akkor, amikor két ember ennyire közel kerül egymáshoz, ennyire ismeri, és mondhatjuk talán azt is, hogy idegesíti egymást, és ilyenkor sokkal könnyebb is, de ugyanakkor sokkal nehezebb is a megbocsátás, nem? Mert mindig azt tapasztaljuk, vagy tapasztalhatjuk azt is, hogy a szerelem a legmélyebb gyűlölködésbe és megátalkodottságba csaphat át, annak köszönhetően, hogy a felek képtelenek egymásnak megbocsátani, vagy képtelenek elnézően
nagyvonalúan viszonyulni egymáshoz, mert végül is a megbocsátás lehet, hogy egy bizonyos fokú nagyvonalúságot feltételez, különösen párkapcsolatban. Mert a párkapcsolatban résztvevő két személy nem úgy szereti egymást, mint ahogy a szülő a gyermekét. A szülő a gyermekét bizonyos tekintetben érdek nélkül szereti. Én sajnos azt mondanám, hogy sajnos a párkapcsolatban mindenféle mély, akár biológiai jellegű érdekek is szerepet játszanak, ha beszélhetünk ilyen terminusokban. Mit szólsz ehhez? Visszatérnék a férfi-női kapcsolás, a párkapcsolat kapcsán arra is, hogy ugyanazt látom, ugyanazon lehet elcsúszni a legjobban a veszekedésekben, hogy vádolunk, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy. És akkor jön a megbántottság. Abban a pillanatban, amikor képesek vagyunk arra, hogy az általános síkról egy helyzeti síkra hozzuk, és azt mondani, hogy a múltkor, amikor későn jöttem haza, és nem vásároltam neked, vagy amikor hangosabban szóltam rá a gyerekekre, akkor velem az történt, hogy akkor megnyitom a személyes kapuit annak, hogy mi történt velem, milyen életesemények vannak a pillanat mögött, ami egy sértő helyzetet váltott ki, és esélyt adok a másik személynek a rálátásra. És ilyenkor alakulhat ki egy nagyon jó dialógus. Tehát nem egy oldalú megbocsátás van, hogy hát igen, megbocsátok neked, hanem meghalljuk azt, hogy abban az adott helyzetben mi történt az illető személye. És erre lehet ugyanúgy a másik szinten válaszolni a párnak, hogy igen, bennem pedig azt váltottad ki akkor. Mert azért itt beszélünk mi a megbocsátásról, de nem beszéltünk arról, hogy a megbocsátás az nem csak úgy elérkezik az életünkbe, mint ahogy a pincér korábban kihozta ezt a kávét, hanem ugye azért egy megbocsátás szituációt egy traumatikus szituáció előz meg, nem? Tehát a megbocsátás az, igen, az a vihar valamit után kisütő nap, vagy igen, valami ilyesmi, ugye? Tehát azért a megbocsátás az azt is jelenti, hogy tapasztalattal gazdagodunk, de mindenképpen a legnagyobb önfegyelem generátor, vagy az egyik legnagyobb önfegyelem, önvizsgálat generátor a megbocsátás aktusa. Van egy négy lépéses mód arra, hogy figyeljük azt, hogy mi történik egy sértettség helyzetben. Tehát az első helyzet, az úgy érzem, hogy ezt ha magunkra vonatkoztatjuk, akkor valahogy egy kicsit a saját magunk pszichológusa is lehetünk. Az első az, hogy hűvösen kielemezni a helyzetet. Mi történt akkor, amikor megbántottak? Hűvösen? Ezzel lehet tehát nem abban a pillanatban. Természetesen abban a pillanatban olyan erős az érintettség, hogy minden ködben van, és az elős érzelmek azok a józan ítélőképességet háttérbe szorítják. De utána, amikor egy picit lecsengett, akkor előhívni a helyzetet, és úgymond részrehajlás nélkül megfigyelni, hogy mi történt. Hát nem címkéket ragasztani, igen, hanem újra játszani. Egyrészt mi történt, konkrétan a történet, mi történt. Utána pedig megfigyelni, hogy milyen érzéseket váltott ki belőlem az, ami történt. És ezt tudom mondani saját élményből is, hogy akkor, amikor megsértettek, és eszembe jut egy konkrét helyzetet képzés során, azt hittem, hogy megsértettek. Valójában az történt, hogy a saját hibámra ébredtem rá, és egy ellenreakció volt. És ezt a védekezést, vagy a saját védekezésünket tudjuk kielemezni ezen a szinten. Tehát az, hogy igen, most én visszatámadnék. Most én reagálnék valamire, egy olyan pontra, ami érzékenyen érintett engem. Sebezhető pontomra. Hát ez lenne a második lépés, hogy igen, reflektálni arra, hogy mi történt, és mit érzek. Utána pedig elgondolni azt, hogy a személlyel meg szeretném-e beszélni, lehetne, meg szeretnék egy személyes találkozást, és utána pedig ezt meg is tenni, tehát megfogalmazni azt, hogy igen, elmondani, esetleg levélben megírni, hogyha ez nem lehetséges. És akkor mindezek után pedig képzeljük el azt, hogy ugyanezt a négy lépést egy olyan személlyel hajtjuk végre, akit már nagyon régóta ismerünk, és akinek sok mindent kell, hogy megbocsássunk, és ez saját magunk.
Hú, nagyon jó, hogy mondod, mert pont erre gondoltam, hogy ez maradt ki. De ez maradt ki, mindig a megbocsátásnál nagyon könnyű másra gondolni. Igen, megbocsátok neki, és ez adhat egy ilyen egyenlőtlen helyzetet. Én vagyok a megbocsátó. Tehát ez egy picit magasabb helyzetbe hozhat engem, nem? Vagy érezhetem magam. Igen, de ha beállunk a tükörbe, és az illetőnek tükörbe... próbálunk megbocsátani, akit ott látunk, igen, akkor viszont akkor érezzük, egy egyenlő... hogy ez mennyire nehéz. Igen, és itt van a másik helyzet, amikor bizony magunknak kell megbocsássunk. És mi kell levessük azokat, tehát mi kell megkapjuk azt a módot arra, hogy visszaadjuk magunknak a magunk értékét, vagy a magunk egységét. Hát akkor ez legyen a végszó. Álljunk be a tükörbe, és adjuk vissza önmagunk egységét. Foglalkoztunk, és szinte nem jutott időnk arra, hogy a te mesterséget felől közelítsük meg ezt az egész kérdést, hogy mi a helyzet az önmegbocsátással és a másoknak való megbocsátással, ennek a képességével a beteg embernél. Az, aki daganatos beteg, vagy az, aki rákos beteg, vagy nagy beteg, vagy tehát aki tudja azt, hogy hát, hogy nincsen végtelen ideje a bocsánat kérésre. Ilyenkor a bocsánat kérés és a bocsánat elfogadás egy óriási kockázattá válik. Nincs idő, vagy az az érzésed, hogy beszükült az idő, és ilyenkor rátör a bocsánat kérés vágya, a terhe, de mivel a bocsánat kérésnek időt, teret és személyes lehetőséget kell biztosítani, ezért sajnos nagyon sokszor abba botlanak, hogy nem lehet abban az ütemben úgy, ahogy ők elképzelték, mert a megsértett fél még nem tart ott, ahol ők tartanak. Őket sürgeti valami. Az idő. Az idő. A végesség. A tudatosulása annak, hogy ezt a megbocsátási terhet lehetőleg rendeznem kell itt és most. De a másik fél nem mindig áll készen, és nagyon sokszor törés, csalódás, nem csak a rákos betegeknél, a függő betegek felépülésében is. Ott kötelező a megbocsátás, kötelező megbocsátó levelet írni, kötelező a megbocsátást kérő telefonhívás. A rákos betegeknél ez nem kötelező, de ugyanúgy lezajlik. És azért mondom, hogy egy óriási kockázatvállalás, mert hogyha ez a kettős, kétszemélyes bocsánatkérés a helyzet és az idő nyomása alatt, a betegség nyomása alatt nem jön össze, akkor nem marad csak az ön megbocsátás. És egyedül ön megbocsátani, akármennyire logikusnak hangzana, piszok nehéz. Az önbocsátáshoz, megbocsátáshoz is kell segítség. Nincs bocsánat. Ugye ez egy alapvető döntéshelyzet, el kell dönteni, hogy van, vagy nincs. Semmiféle tudományos eszköz és laboratórium felszerelés nem áll a rendelkezésünkre arra nézve, hogy ezt exakt módon eldöntsük. Ez egy egzisztenciális döntés. Ugye József Attila így folytatja a verset, többek között, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Helyettesítve a gondolatot, miért bocsássak meg, amúgy is odajutok végső soron, ember életem végességénél fogva, miért ne bocsássak meg, vagy miért bocsássak meg, mert amúgy is odajutok. Tehát, hogy az emberi élet végessége, ha ez az utolsó szó, a semmiből jövök és a semmibe tartok, akkor ez nem motiválja az erkölcsi döntést, lehet, hogy sem egyik, sem másik irányba. Visszatérünk a kérdéshez, van-e bocsánat? Hogyha van Isten, az én egyszerű hitem szerint, akkor van Krisztus, és akkor van bocsánat. De a bocsánatot, mint egy ontológiai valóságot, mint a valóságnak az alapszerkezetét, ha így tetszik, csak akkor tudom ilyennek elfogadni, ha ezt kötöm egy olyan történethez, ami nem mítosz, hanem a világi és bemérhető történelemnek egy része. Tehát van-e mire építenem ezt a mondatot, hogy van bocsánat, vagy nincs mire építenem? Mert a reménység
az valóban nem földiekkel játszó égi tünelmény, hanem valamiféle felépíthető, józan döntés kell legyen.